A székelyföldi eredetű karácsonyi népszokást, a csobánolást a Bukovinában eltöltött másfél évszázad során, a rövid bácskai tartózkodás alatt, majd 1945 után mai lakóhelyén, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye településein is megtartotta a székely közösség, mely mára annak szimbólumává vált. Ahogy a betlehemes játéknak, úgy a székelyek történetének középpontjában is a szálláskeresés áll, hiszen többször kényszerültek arra, hogy szülőföldjüket, lakóhelyüket elhagyva új otthonra találjanak. A hidasi tájházban egy eredeti bukovinai templom kicsinyített mását találjuk, egykor kakassal, jelenleg azonban keresztel a tetején. Készült azonban egy új református makett is. Ezt fogják használni, hiszen újra felelevenítik a szellemi kulturális örökség részévé vált népszokást hidason. Ennek az az érdekessége, hogy ezt 1945-ben hidasra telepítéskor itt egy valamelyik szekrény tetején egy idős bácsi, érdekes, aki már Bukovinában is részt vett ebben a játékban, ő nála találták. És egy idős bácsikák, Bognár asztalos mesterek kiegészítették a többi dolgokkal és elkészítették. Természetesen kakas volt a tetején 47 és 49-ben, majd kölcsön kérték tőlünk a kakasdiak. Ők ugye katolikusok, és kicserélték egy kis keresztre. Ezt mi visszakértük, hát visszakaptuk természetesen 1979-ben, de ezt már nem akartunk hozzányúlni. De ezt a erekiének tekinthető kis templomocskát, ott a tájháznak ajándékoztuk, és készítettem egy talán 15 esztendővel ezelőtt is egy ízig-vérig református kis templomot, egy négy fiatornyos erdélyi típusú templomot, és jelenleg azt használjuk a betlehemes játékunknál, vagy ahogy mi mondjuk csobányulásnál. A 10-12 szereplős játék résztvevői egy-két kivétellel mindenütt férfiak, fiúk voltak. A vallásos jellege, adománygyűjtő és szórakoztató szerepe mellett az utóbbi évtizedekben a bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése, a hagyományok éltetése a célja a csobánulásnak. Először 1945-ben és 47-ben játszották itten, vagy csinálták ezt a csobányulást, még azok az idős bácsik, akik még odahaza, mondom én is, hogy odahaza, még Bukovinába is ezt annak idején bemutatták. Az sem helyes kifejezés, hogy bemutatták, mert valamikor ez Bukovinába, sőt hidason is úgy működött, hogy összeállt egy csapat, akik ebbe benne voltak, mint szereplők, és ez így történt 1979-ben is, amikor már én is részt vettem ebbe a csobányulásba, olyan idős bácsikkal, akik még ott kint Andrásfalván is ezt a dolgot csinálták, és ők tanítottak be minket, ugyanis nagyon fontos volt, és a hagyományokhoz hűen a szereplőknek az összeállítása függött kortól, hovatartozástól, ők szigorúan ragaszkodtak, hogy református vallású legyen. Egy picit másabb volt a miénk, mint a katolikusé. És hát a szereplőkről természetesen annyit, hogy az egésznek úgy mondjam a főnöke, irányítója, betlehem és gazda, az egy korosabb bácsi szokott lenni természetesen. Hadd jegyezzem meg, ezt szigorúan férfiak játszották, felnőtt férfiak, kivételt az angyal képezett, aki kicsi gyermek volt, de legtöbb esetben még a Máriát is egy fiú játszott, a 13-15-16 éves jó hangú fiúcska. Na, mit említettem, ott a betlehemes gazda, aki kézbe tartott az egészet, mert ez akkor úgy történt annak idején, hogy összeállt a csapat, és elkezdték délután is házról házra járva, bebocsátást kértek, mint ahogy ez a történetben szerepel is, és a betlehemes gazda volt, aki bekopogtatott a házakhoz, és jelezte, rövid mondókával küldve vagyok a betlehemi királytól és a hozzátartozó pásztoroktól, Krisztus Urunk születésének példáját követjük, befogadnák-e a betlehemes, a székely betlehemes játékot. És ha jelezték, hogy igen, akkor ő jelezte a csapatnak, akik úgy állt össze, hogy kezdeném a királlyal, a királyszolgával, a király ugye Heródes királyt jelképezte, a királyszolga, mint minden királynak, ugye ő neki szolgája volt, és már ott Bukovinában is katonás megjelenésű, jóvágású fiatalember szokta a király szerepét játszani, zsinoros magyaros ruházattal,
tehát mondom már ott Bukovinába is, és korona volt a fején, koronát imitáló, kemény papírból, fémből és ilyen kis papír rózsákkal telet üzdelve. Királyszolga egy fiatalabb legénykel volt, legtöbbször székely és népviseletbe, és ő a fején vitte egy kis imitált templomot, templom makettet, amit mi a Betlehemnek hívjuk, amely szimbolizálta a betlehemi istálót. Majd természetesen ugye a Szent József, Mária, meg az angyal, ugye ezt tudjuk a Jézus történetéből, az angyal, aki ugye jelenti a Krisztus születését a pásztoroknak, majd a pásztorok, ugye, akik meglátogatták és ajándékkal halmozták, vagy ajándékkal látták el a született kicsi Jézuskát, természetesen öreg pásztor, akinek a viselete, bundát viseltek, ugye, mint a pásztorok oda haza fönt a hegyekbe, és fejbőrt, maszkot, amely az arcukat eltakarta. Az öreg pásztor teljesen fehér bundában volt, fehér aljjal, majd volt a bogláros, meg a bárányos pásztor. A bogláros az egy ilyen szürke, középkorú, őszülő, a jelmeze is ahhoz volt mérten, és a fekete pásztor a legifjabb, vagyis a báránykás, ő neki fekete volt a bajusza, a maszka, a bundája. Meg ugye nem sok juhok voltak, kecskék is. Természetesen a mi játékunkban szerepel egy kecskepásztor, meg egy muzsikás, furujás, nyulas furujás, aki ugye muzsikáltatja a zenét ennek a kis csapatnak, mert jókedvűben egy táncot is jártak a kis Jézusnak, de ugye a kísértés az mindig ott volt, meg most is jelen van, és a kísértő szerepét nálunk a hamubotosnak nevezett ördög, vagy a kísértő személyesíti meg, aki mindenféle tarka-barka bozontos jelmezt viselt. Gyakorlatilag ez, ami a szereplő. És természetesen a házaknál ugye ismerve tudva a szokást, énekeket, a háziasszony, gazdasszony, ugye bebocsátást nyert ez a kis társaság, megtekintették ott ezt a történetet, amelyet eljátszottak, ugye, röviden összefoglalva abból állt, hogy bebocsátást kért, ugye, és Herodes tovább küldte, vagyis a király, párbeszéd zajlott le közöttük, majd abban az istálóba foglalta helyet, ott megszületett a kis Jézus, az angyal jelenti a pásztoroknak, a pásztorok jövének Krisztus látogatására, ajándékokkal kedveskedtek neki, és ezeket természetesen énekek kíséretébe. A belépést is ének előzi meg, és közben is angyal jelenti, a mennyből az angyal, ismerős dalokkal, a pásztorok eljünk fel, és ezt a háziak, meg a szomszédok, akik odagyűltek, azok énekelték. Na most annyiból másabb a dolog, hogy ugye már házakhoz nem nagyon járnak, vagy járunk, és azért talán aktuális ez a dolog, mert éppen most van folyamatban, itt a Hidas Néptánc és Hagyományos Egyesületnél szeretném ezt a szokást föleleveníteni ismét, holott 79 óta 3-4-5 évente általában előszoktuk adni, most kimaradt, ha jól tudom, 5-6 esztendő, szeretnénk ezt újra, hogy ez a szép szokás ne vesszen ki, és épp most a szereplők válogatása történik. Az előadást meg hát ez nem a házaknál, hanem egy zárt, egy művelődési ház előadás keretében rendszeresen a templomban elő szoktuk adni, vagy akár a tájházunkban bemutató jelleggel. A betlehemes játékhoz már zajlik a szereplő válogatás, és hamarosan a próbákat is megkezdik Hidason.